Az alábbi felvételeken éppen az látható, amikor a közelmúltban az almási kastélyba megérkezik az öt papagáj. A kalitka lakóinak kicserélése csupán az egyik a számtalan újítás közül, mellyel a beltéri kiállítóterek újranyitását várják. A korábbi madarak cseréje szakemberek tanácsára történt, a papagájok ugyanis sokkal kedvezőbb szociális készségekkel rendelkeznek, mint elődeik. Készülünk az újra nyitásra, és hát amikor bezárt a kastély, a kanárikat biztonságba helyeztünk, és hát közben nagyon sokat egyeztettünk szakemberekkel, és hát úgy láttuk, hogy a hullámos papagájok jobban éreznék magukat itt a kastélyban, és a több éves tapasztalat alapján szakember tanácsára váltottunk, és most öt madár érkezett ide hozzánk. Fekete Dombi Ildikó elárulta, tervben van még több változatosabb színű papagáj beszerzése is. De nem csak az új madarakkal lepik majd meg a visszatérő és az új vendégeket. A nyári hosszabb nyitvatartás rendszere is meg fog változni, illetve több tematikus tárlattal készülnek. Mindenképpen ugye egy kicsit másképp fog működni a kastély, várjuk a jogszabályi változásokat, az iránymutatásokat, vélhetően valamelyest módosulnak a tárlatvezetéseink, és hát a nyári időszakra a hosszított nyitvatartás kapcsán vannak új terveink, ott lehet, hogy tematikus tárlatokkal fogjuk cserélni, egy kicsit talán biztonságosabb lehetőséget nyújt majd azoknak, akik a kastélyt szeretnék megismerni, és ehhez természetesen valami exkluzív dolog is fog párosulni. Ugyan kérdéses még, hogy mikor nyithatnak meg újra a beltéri kiállítóterek. Addig azonban az érdeklődők követhetik az online tárlatvezetéseket, illetve a Gyulát akarom elnevezésű játékot is.